A bezártság belső világunk vagy legszűkebb életterünk alapos vizsgálatára kényszerít, vagy összönözhet bennünket. A történelem során készült önarcképekkel az alkotók saját magukról vagy aktuális élethelyzetükről adtak, adnak mindmáig folyamatos helyzetjelentést. A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár gyűjteményében egy ilyen pillanatkép Sajó Editőn arcképe. Az ő pályájának mindössze 31 éves korában vetett véget a holokauszt. Sajó Edit arcpoétikának is tekinthető festménye saját életterét, külső és belső világát ábrázolja. A zsidó törvények időszakában készült portrén keresztül egy fiatal, zsidó helyzetéről szerezhetünk benyomást. Ha jobban szemügyre vesszük a képet, észre vesszük, hogy a külső tér perspektívája nem valóságos, sőt, a tükörként vagy képkeretként is értelmezhető ablak nem elválasztja, hanem inkább összemossa a külvilágot a szobaterével. Vajon ez a szoba a művész valóságos élettere? Esetleg inkább vágyainak, lehetőségeinek, korlátainak, vagy éppen művészi szabadságának egyfajta gyűjteménye? Ha megnézzük a fiatal lány kezét, láthatjuk, hogy egy kulcs van benne. Ekkor döbbenünk rá, hogy ez a kép valójában egy megfejtésre váró rejtvényt, és nem egy valóságos szobát ábrázol. A képzeletbeli könyvespolc Sajó Edit érdeklődési körét jeleníti meg. Számos vallástörténeti, filozófiai, természettudományos vagy éppen szép irodalmi kötet hangsúlyozza a művész intellektuális rátermettségét, tanultságát. Sőt, mintha Sajó széleskörű műveltségét fontosabbnak tartaná megjeleníteni, mint arcának vonásait. A kép valósától való elrugaszkodottságát, metafora jellegét legizgalmasabban magának az arcnak az ábrázolása fedi fel. Sajó Edit önmagát színes bőrű, gogeni figuráként jeleníti meg. A karcolt körvonalak, a maszkszerű arc, a merev tekintet, így mintha nem csak nőiségét, hanem származását is elfedni, elrejteni. Az önarckép így nem csak a művész szellemi terének elképzelt ábrázolása, hanem a 30-as évek egyik lehetséges zsidó és női művészlétének kor dokumentuma lenyomata is.